Nagyon örülünk neki, mert mindig is ide tartozónak éreztem magam. Egyébként én ugye Tolnán bevándorló vagyok, mert én úgy házasodtam ide 43 évvel ezelőtt. Talán így jobban hihető, amit már régóta mondok, hogy gyakorlatilag tolnainak érzem magam, mert ugye itt a családom, itt él, itt születtek a gyerekeim. De ezzel az elismeréssel úgy gondolom, hogy ez a kérdés ebben bezáródott, és nagyon tisztelettel köszönjük, és az apósom emlékének is, hogy ez a család azáltal, hogy ezt életbe tartott, és engem megtanított, ez ide került. A tolnai kékfestőműhely az 1810-ben lett alapítva. Azóta családi örökségeken, család apáról fiúra száll tovább, a hatodik generáció, ha minden igaz, a hetedik már készülődik, de a tolnai műhely folyamatosan üzemelt. És Európában, ma a Európában és Magyarországon a legrégebb óta üzemelő kékfestő műhely. Én a vőgyerek vagyok a szakmában, én 20 éves korom óta vagyok itt. Még nem voltam 20 éves, 20. évem előtti egy nappal, vagy két nappal volt az esküvőn, úgyhogy gyakorlatilag azóta 43 éve vagyok a műhelyben. És hát nagyon büszke vagyok, hogy a fiam is úgy döntött, hogy a papája és az apja szakmáját, mesterségét fogja folytatni. És ahol megmintázzuk a fehér anyagot, tehát rászárad, ott nem tud aláfolyni a festék. Tehát ezért is nevezik a kékfestőt egy rezerv típusú textilfestésnek, egy indirekt eljárásnak, mert nem a kékre nyomjuk a fehéret, hanem pont fordítva. Tehát egy védőréteg kerül rá a fehér anyagra, és mikor kijön a festékből, utána egy ilyen ecetes vízzel ezt ki lehet belőle áztatni. És utána ugye újra megkapjuk a fehér színt. Tehát a mintázat az magának az alapanyagnak a színe. Ez is ugye nem lehet kimosni belőle a mintát, mert az a fehér pamut anyagnak a színe. A mintakészlet gyakorlatilag majdnem minden műhelynek. Nagyon kevés minta van, ami hasonlóságot mutat. Ma ami textilből, 100%-os természetes anyagból, pamutból, textilből, lemből elkészíthető, meg megfesthető, ott bármit meg árulunk, gyerekeknek kékfestő ruhába öltözött babát, nyakkendőt, gyerekruhát, férfi inget, tehát gyakorlatilag majdnem mindent. Négyen dolgozunk, igazából a szülőkkel ketten, meg most a párom is én, tehát így négyen csináljuk a festést, mintázás részét, a varázs késztermék készítése így azért a család összefogja, tehát a bővebb család is összefog, és kell a segítség azért, most már több mint 100 féle készterméket számoltunk össze múltkor. Megbecsülést is megkaptuk, ugye 3 évvel meg a magyarországi szellemi kulturális örökség része lett az idei évtől, lett kihirdetve, de már tavaly végül is a UNESCO előtt volt a fölterjesztés, hogy már 2 éve, az európai kékfestészetnek az a 14-15 műhelye, köztük a tolnai műhely is, ugye népszerint a UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének a része lett, tehát ezek is sokat segítenek az elfogadottságon, meg újból népszerű lesz a kékfestészet.